Ангелы в небе больше не летят, не летят, то и не летят, там в небе только... Sziasztok, ez itt a Top Movies, és a hétköznapi vámpírok a koporsóba zárt felvétel című filmről szeretnék pár szót szólni. Manapság nagyon ritka jó vígjáték, nagyon-nagyon ritka jó horrorfilm is, úgyhogy ha valamelyik kategóriából bekerül a moziba egy darab, azt mindenféleképp érdemes egy kicsit jobban szemügyre venni, már pedig jelen filmünk egy horror vígjáték, úgyhogy már csak ezért is megérdemlő ráfigyeljünk, igaz inkább, sőt, nagyon inkább a komédiához áll közelebb műfajilag. Na de nézzük, mit is nyújt a film. Hát bepillantást nyerhetünk a vámpírok mindennapjaiba, hogyan élnek ők, hogy készülődnek, hogy étkeznek, hogy buliznak, egyáltalán, hogy hogyan vezetik a háztartásukat, ezek így elsőre csupa-csupa unalmas dolgoknak hangzanak, csak hogy ugyebár így, hogy vámpírokról van szó, egyáltalán nem lesz unalmas. Márpedig ebben az új-zélandi áldokumentumfilmben 4 különböző korok vámpírjainak sorsát követhetjük figyelembe. Van itt ugye egész friss, alig 200 éves teremtmény, de van 8000 esztendős, és mindegyikük egy-egy vámpírtípus paródia. A 8000 éves nyilván a Nosferatu vonal, van Dracula klón, lázadó mai kor vámpírja, illetve ilyen romantikus lelkű, az ilyen interjú a vámpírral idéző lény. Az ő életüket rögzíti egy stáb, követi mindenhova, és ez az áldokumentum alapkoncepció bizony nagyon-nagyon sok poénforrás lehetőségét biztosítja. Maga a történet apró jelenetekből tevődik össze, így egyfajta reality show-vá válva. Nem annyira a történet a lényeg, hanem az apró gegek, a poénok, amiből viszont szerencsére bőven akad, méghozzá olykor egészen magas színvonalon. A Vámpír miben létet parodizálja a legendáriumát annak minden kliséjével együtt, a műfaj mindenféleképpen megkapja magáét. A wellingtoni vámpírok élete pedig egyáltalán nem zökkenőmentes. Gondoljunk csak bele, milyen nehéz úgy felkészülni egy bulira, hogy jól nézzünk ki, viszont nincs tükörképünk. Ez csak egy probléma a sok közül. Ráadásul mivel mindegyik karakter más és más korszakból való, így nézeteik is nagyon különbözőek, ezért gyakran, sőt szinte mindig konfliktust eredményez ez így köztük. Persze főként inkább vicceseket sem, mint drámait. Plusz ugye létrehoznak a film alatt egy új vámpírt, úgyhogy őt is be kell avatniuk, szóval komolyan nem egyszerű a vérszívók élete. A poénok pedig repkednek, mint denevérré változott vámpírok az éjszakában, az pedig, hogy komoly dokumentumfilm látszatát kelti a film, tehát úgy van megcsinálni, mintha tényleg egy dokumentumfilmet néznénk. Ez csak még viccesebbé teszi az egészet, és eléri azt, hogy nem megy át ripacskodásba az egész. A film második felére beindul egy kis történetszál, hogy azért ne csak apró mozaik jeleneteket kapjunk, már szerintem pont ez a fele, ez a része egy kicsit gyengébb lett, így a történetvezetés szempontjából nem olyan erős a film, és a humor is így a második felére talán egy picit megcsappanva nem tűnik el, csak kicsit kevesebb lesz. Szerencsére ez annyira nem veszel a film hatásából és erejéből, plusz a viszonylag rövid játékidőnek köszönhetően hiába elvetőműt és groteszka humor, nem válik erőltetetté és fárasztóvá a film. És ez bizony egészen üdítő színfolt ebben az évek óta tartó sivár vígjátéki viszonylatban. Emiatt, bár tulajdonképpen nem csak emiatt, de mindenféleképp az elmúlt évek egyik legjobb horror vígjátéka, sőt, akár csak simán a vígjátékok között is a legjobbak között van. A műfaj kedvelőinek szerintem abszolút, de kihagyhatatlan darab a hétköznapi vámpírok. Ráadásul egyáltalán nem alacsonyítja le a vámpírfilm műfajt, sőt, egyértelműen látszik, hogy a készítők tisztelik azt, és hát szerintem ilyen egy jó zsáner paródia. Így azt tudom mondani, hogy aki nevetni szeretne és nem óckodik a véres jelenetektől, a groteszk fekete humortól, vagy esetleg kifejezetten vámpírkedvelő, vagy mondjuk nem zavarja mondjuk egy koporsóba rájszólós jelenet, vagy ilyesmi, azok mindenféleképpen nézzék meg ezt a filmet, mert tényleg nem gyakran lehet ilyet látni. Véres és humoros, ráadásul egy kis költségvetésű filmről van szó, mondjuk sajnos eddig a bevétele is nagyon picik, viszont rengeteg filmes díjat bezsebelt különböző fesztiválokon, és tényleg nem érdemtelenül. Én a magam részéről 10-ből 8 napfényben szénné égő vámpira jutalmaznám a filmet, szóval amint feljön a hold, indulás a mozi felé, nézzétek meg a filmet gyorsan, hogy még napfelkelt előtt hazaérjetek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, nagyon jó filmezést kívánok, sziasztok!